Állj készen a szurkolásra! A Mobcast támogatója az Allianz. Sziasztok, a Mobcast mai vendége, Telegdi Ádám, olimpiai ötödik helyezett úszó. Szia, Ádám! Sziasztok! Egy kicsit bajban voltam, amikor szerettem volna készülni belőled, rólad, megtudni dolgokat, mert hogy nagyon-nagyon hiányos az egyébként végtelen információval minket ellátó internet, amikor beütjük a nevedet. Nagyon kevés dolog derül ki, mindenhol az van, hogy a Kapás Boglárkának a férje, és egyébként pedig egy menő zenésznek a testvére, egyébként pedig két olimpia van mögötted, hosszú évek óta válogatott úszó vagy, világversenyeken döntő vagy középdöntő szereplésekkel, tele van már az egész szoba vagy lakás otthon, és ahogy mondtam, olimpiai ötödik. Ezt te direkt csinálod? Tehát, hogy... Vagy nem, pedig sőt, annyira akkor fölmegyek most a Wikipédiára majd ezután, és kibővítem, meg írok cikkeket. Nem, nem direkt, de az tény, hogy, tehát például az öcsémmel összehasonlítva, vagy a Bogina, akinek ez kicsit így már a... Tehát fontos is az, hogy amilyen neve van neki, az úgy legyen úgy karbantartva az a név az online felületeken. Én nem... Tehát sose éreztem azt, hogy az én nevem igényli ezt a fajta online megjelenést. Nyilván ezek miatt, a tényezők miatt nekem is kialakult egy nagyobb, közepes méretű követőtábor, így mondjuk Instagramon, de ott se szeretem, tehát kicsit érzem, hogy máshogy kezelem ezeket a felületeket, mert egyszerűen nem hiszek abban, hogy ott kell nekem a maximálisat nyújtanom magamból, hanem vagyok, amilyen vagyok, és ezt aki ismer, az megismer, és nem mindig jó az, hogyha interneten keresztül van ez. Hogyha az olimpiai ötödik hely az mondjuk olimpiai harmadik, vagy második, vagy első hely lenne, vagy ha a világbajnoki hatodik, hetedik hely megint csak dobogós lenne, akkor is így lenne? Hát én így szeretném akkor is csinálni, és aztán tény, tehát hogy benne van az, hogy beleszólna az, hogy mi az, amit kell, vagy nem kell, vagy elvárnak az emberek, vagy nem várnak el. Ugye itt van ha egy bizonyos szintű sikert elér, akár nem feltétlenül sportoló, hanem bármilyen ember, ott azért van egy ilyen fajta elvárás a fanjai felől, hogy osszon meg magáról. Tehát, és akkor ilyenkor ez így generálja azt, hogy akkor meg is osztasz, akkor vissza is kapsz tőlük, és akkor így csinálod ezt. Én nem szeretek annyira megosztani, és nem szeretek annyira feltétlenül olyan belsőséges dolgokat mondjuk social media felületeken megosztani, mert nekem az kicsit egy ilyen fertőzött terület, szóval annyira nem valós, amit ott tapasztalok másoktól, hogy nem akarom azt, hogy az én őszinte megnyilvánulásaimat is esetleg ezek közé sorolják, hogy ez egy valamilyen célom van ezzel, vagy ezzel valamilyen szponzorált tartalom, vagy nem tudom. Úgyhogy egyszerűen csak így alakul. Akkor a Facebookkal, Instagrammal neked fenntartásaid is vannak? Hát egy bizonyos fokon túl igen, abszolút. És egyébként ezt Bogival is, tehát próbáljuk így magunkat nevelni arra, hogy hogyan viszonyulunk a közösségi média felé, meg a felé, amit ott látunk másoktól. Mert azért könnyű nekünk is beleesni abba a csapdába, hogy ott mindig a jót látod, és mindenkinél csak a jó posztokat, azt senki nem teszi fel, hogy mondjuk edzés után sír, mert annyira elfáradt. Szóval ezt emiatt így próbáljuk magunkat egy tisztes távolságban tartani. Ha már ezt mondod, hogy a social médiában úgy csak a jó ömlik, akkor hát rólatok tényleg csak a jó ömlik. Tehát, hogy van egy ilyen kép, még egyszer mondom, Kapás Boglárka férje vagy, általában, hogyha a médiában megjelentek, az együtt van. Igen. Tehát veled mély interjút nem találtam, vagy portrébeszélgetést. De az, hogy Bogival kérdeznek pár percben benneteket, hogy kire jellemzőbb inkább ez vagy az, és akkor föl kell mutatni mind a kettőtöknek egyszerre valamelyik nevet kettőtök közül. Szóval ilyet találtam, és egy ilyen nagyon-nagyon pozitív, nagyon mosolygós kép az, ami rólatok kialakult. Elsősorban azért, szerintem, mert hogy Bogi tényleg egy tündéri, nagyon mosolygós lány, akit öröm a médiában mutatni. Igen. Igen, szerintem neki az is azért is szeretik ennyien, mert mosolyog egyszerűen, mert kedves és mosolyog mindig, és ez
ez így van, tehát ez nem egy megjátszott, azért nagyon profinak kéne lenni, hogy ezt ennyi éven keresztül valaki így fenntartsa a médiában, miközben mondjuk nem lenne ilyen személyiség. Tehát tényleg ilyen személyiség, de természetesen ő sem mosolyog No24-ben. De amikor... Edzés után sír? Edzés után, hát nem sír, de attól függ, milyen lett az edzés. De van, hogy sír. Van, hogy én is már ott vagyok, hogy mindjárt sírok. Tehát ez simán benne van, de ott nincs valaki, aki akkor fölvegye azt. Bár most ide jó ide csatolni, hogy én pont most januártól elkezdtem egy olyan projektet, hogy mivel tudva azt, hogy a Boginak ez már ki van mondva, hogy biztos, hogy utolsó olimpiája lesz, ezért egy ilyen fél éves ciklus szeretném így valahogy megörökíteni, és egy kamerával így elkezdtem dokumentálni magunkat, főleg őt, az edzéseket, az otthoni létet, csomó ilyen dolgot, és még nem látom magam előtt a formátumát, de szeretném azt megmutatni, hogy tehát egy kicsit közelebbről a minket és őt, meg egy ilyen felkészülést, és azt, hogy ne legyen annyira cenzúrázva, és ne az legyen, hogy egy interjún keresztül akkor valaki eldönti, hogy mit tesz bele egy interjúba, vagy nem, hanem hogy azt mi kuráljuk végig az egészet. És... Ez tök jó, és nekem pont ugye ellenpéldaként, bár nem a szó negatív értelmében, a Világfilm jutott eszembe, hogy amit végül mégiscsak egy televíziós sportcsatorna csinált, tehát az szűrve van, és az úgy rendezve van, meg van koreográfálva, hogy mi kerüljön be. Igen. És ez egy nagyon érdekes és jó film volt, de az, hogy te veszed föl, vagy ő vesz föl téged, igen, és ti egymásról csináljátok, ez szerintem egy ilyen zseniális dolog. Ezt te el tudod képzelni, hogy valami tévének odaadni majd? Na ez az, amiről még nincsen elképzelésem. El tudom képzelni, csak akkor már megint ott van egy olyan, hogy melyik tévének, kinek adom oda, ki az, akiben megbízom annyira, hogy az a felület az nincs szennyezve valamilyen módon. Aha. És nem tudom még, nem látom azt, hogy mi a... Így most a fejemben a YouTube az, ami talán a legsemlegesebb ilyen rész. És nem is, tehát ezzel a filmen nem az a cél, hogy én most ezt eladjam x forintért bárkinek, hanem tényleg egy ilyen... Legyen egy emlék. Egy emlék, egy ilyen, nekünk is szeretnénk megmutatni ezt másoknak, és szeretnénk, hogy nekünk is legyen egy ilyen, tényleg nem is tudom, egy ilyen emlék plakett erről az egész utolsó fél évről. Hú, több minden eszembe jutott. Az egyik az, hogy ha már itt a film forgatásról van szó, mert ez végül is egy film forgatása, amit csinálsz, ezek szerint a fotó és a videó az nagyon-nagyon közel van hozzád, az egyik hobbid lehet. Abszolút lehet mondani, hogy a hobbim, igen. Főleg a fotózás, az egy talán picit könnyebb műfaj, azt úgy értem, hogy az kicsit intuitívabban jön nekem, de a videózás az azért nem, ott kevesebb a tapasztalatom, igazából ennyi. És emiatt is tök jó kihívás, mert nagyon szerettem a Daninak első három videóklipjét, még én forgattam egy kamerával, leültem a gép elé, összevágtam, és akkor az volt így a videoklip. Mondhatjuk úgy, hogy érúgtam be a karrierjét, ezt így is mondhatjuk. Tideni, mint Telegdi Dániel. Igen. A tesód, aki... Szóval mindig is szerettem ezt csinálni, és most ez így, ez a projekt, meg hogy ez milyen... Ez valahogy nagyon-nagyon lázba hozott, és nagyon élvezem. És remélem, hogy fent tudom tartani azt, mert azért ez energiabefektetés az, hogy nekem ott akkor gondolom kell arra, hogy mikor vigyek kamerát, hova vigyek kamerát, hogy maga azt, hogy vegyem. De van segítségünk szerencsére arra, aki mondjuk egy edzést végig tud videózni, és ilyen. Az utóbbi 10 évben, mióta van iPhone, azóta én nagyon sok emberrel, hogyha beszélgetek és mondja, hogy hú, nagyon szeretek fotózni, akkor így előveszi a telefont a zsebéből. De te géppel csinálod, nem? Én géppel szeretek, de egyébként iPhone nagyon brutális. Tükörreflexes? Hát ez most már egy mirror lesz, tehát ez már egy, most nem mondok márkát, de vagy mondhatok, nyitott vagyunk együttműködésre, de az a lényeg, hogy ez már egy igen, nem tükörreflexes, de olyan ez a Miltz-nek nevezik, ez a mirror lesz kamera, és én azzal szeretek, imádom azt a minőséget, amit attól kapok, de iPhone-on is brutál képeket lehet csinálni, tehát szerintem, hogyha most nekem is ide tennének ilyen vakteszteket, hogy melyik készült iPhone-nal, melyik mirror leszel, akkor azért nem mindig lehet megmondani. A számomra a fotózásnak van egy olyan varázsa is, hogy te állítod be, tehát én manuálon szoktam, hogyha elrontom, akkor elrontom. Igen. De lehet csinálni érdekes dolgokat, és kijön akkor is, hogyha rossz mélységélességet, vagy blendét, vagy bármit állítasz be, akkor abból lesz valami kép. Szerintem ez tök izgi, és ez valahol így fejleszti is az agyat. Az, hogyha egy iPhone-nal beállítod, és tökéletes lesz, az kicsit kevésbé. Hát inkább mondom, hogy ahhoz még egy fokkal jobban kell szeretni magát a fotózást, meg a folyamatot, ami ezzel jár, ahhoz, hogy akkor te gépet vegyél a kezedbe, mert iPhone-nak tényleg könnyű. Tehát, hogy az a könnyebb
Úgyhogy igen, én szeretem annyira, hogy ott cipeljem a kamerát, és figyelm, és végsétáljak egy várost, úgyhogy ott van a vállamon, mert nekem megéri. Mi a téma, amit szeretsz fotózni? Hát mindig emberközpontú. Én azt szeretem, amikor ember és valami. És beállított portré, vagy nem vagy a beállított, véletlen? Hanem az elkapott pillanatokat. Aha. Én sokkal jobban szeretem, mint az ilyen beállított dolgokat. És ott, ugye mivel városban vagyunk így a legtöbbet, lehet, hogy ezért, de azt nagyon szeretem, ezt a street photography-t, amikor uh-huh. így a városban elkapott pillanatok, de hát nagyon kevés időm, tehát olyan nekem nincs is időm arra, hogy fölkelek, pedig ez lenne az álmom, hogy fölkelek reggel, és akkor besétálok valahol a belvárosba vasárnap, és csak fotózok, de ilyenre nem nagyon van lehetőség, max akkor, hogy elmegyünk ugye egy edzőtábor verseny, és akkor van egy hétvége, amikor így nincs semmi, akkor mindig viszem, de kevesebb időm van rá, mint szeretném. Hát csak hogyha már a városban embereket fotóz az ember, és elkapott pillanatokról beszélsz, akkor ahhoz szerintem teleobjektív kellene, mert én egy 50-essel szoktam próbálkozni, de hát az 50-es az olyan, hogy akkor odamész, és már is nem elkapott pillanat. Igen. Tehát akkor mit tudom én, tényleg az van, hogy 30 méterről kiszúrni, hogy úristen, a kávézóban mennyire szép az a kép, ahogy ott ülnek, és a csészék, és a nap megvilágítja, igen. vagy mit tudom én, nem? Igen, egyébként az kéne, vagy ez az is jó, de én sokkal jobban szeretem valamiért a nagyobb látószögű objektíveket. Mm. Most egy ilyen fix 20 mm-eset vettem, és én nagyon szeretek közel menni, szóval én azt jobban szeretem, amikor így közel vagyok a témához. Majdnem halszem, nem? Hát az már igen, elég. Azt azért is vettem, mert a videózáshoz most az jól jön, mert amikor ugye így én kézből veszem ezt az egész projektet, amit a Boginak szeretnék, és ott rá kell tenni egy kis stabilizációt, akkor arra így rákroppol. Aha. Tehát akkor az nem 20-as már, hanem mit tudom én, 30-as. De én jobban szeretek igen közelebb lenni. Milyen hobbiaid vannak még, amit ennyire szeretsz csinálni, mint a fotó meg a videó? Hát sok, és nagyon sok fajta dolog van, ami így egyből eszembe jut, az a sakk. Amit a Bogi is nagyon szeret, hogyha sakkozok, mert... Ezt nem hallottam tőle sem. Mert bármelyik pillanatban van 5 másodpercünk, és balra néz, és látja, hogy már sakkozok a telefonon, akkor már kicsit úgy szépen megkér, hogy esetleg most ne. De a sakkra nagyon rápörögtem, igen, arra rácsúsztam erősen. Azt nagyon szeretem csinálni. És amit ezután még nagyon szeretek, az a fával való dolgozás, asztalos munkák, nem tudom, mi a jó szó erre, de csináltam is már magunknak dohányzóasztalt, meg ilyen óratartót, meg ilyeneket, csak viszont ez fizikai munka, tehát ezt tényleg maximum úgy tudom, vagy úgy tudtam csinálni eddig, hogy mondjuk egy nyári szünetben csinálok egy asztalt, de nincs rá időm, tehát erre tényleg nincs időm, hogy gyaluljak, meg ott csiszoljak, meg ott fúrjak. Igen, úgyhogy ha hagytam az úszást, mindenki, az a hobbim fog a legjobban felerősödni szerintem, mert ezeket imádom csinálni, hogy építkezünk, augusztusban költözünk, és nekem az egy nagy álmom, hogy olimpia után úgyis lesz egy nagyobb lélegzetvétel, hogy akkor ott legyár csak ebédlőasztal, dohányzóasztal, szekrény, dolva. Milyen környezetbe költöztök? Csöndes? Csöndes, igen, szerencsére egy nagyon jó. Egy nagy tölgyfával a telkem, egy 70-80 éves tölgyfával, ami így a teraszunk előtt van. Amit tényleg jó lesz majd a Bogi, amikor söpri a leveleket, ez lehet, hogy rossz ez, de amúgy ez egy nagyon hangulatos, nagyon szép környék. Romantikusok vagytok? De a 70 éves tölgyfa a terasz előtt, ez egy ilyen szerintem szép igen, amúgy mondhatjuk, ezt így nem fogalmaztuk még meg soha, de abszolút. 2022-ben volt az esküvőtök, de azért jóval régebb óta együtt vagytok. És én meg akartam tőled kérdezni mindig, hogy Bogi pont egy olyan lány, akibe valószínűleg egy tévéreklám alatt, vagy csomó megnyilatkozása alatt fél ország bele tud szeretni, és ezt ne tessék félreérteni senkinek, de hogy valóban egy ilyen, nem akarok nagyon elcsépelt szavakat, de egy csinos, cuki, mosolygós, kedves igen. lány, igen. és hogy ő vonza valószínűleg. Ezt te hogy bírod az elmúlt, nem tudom én, 6-7 évben? Aha. Féltékeny vagy egy kicsit ne. Ilyenkor, ne. Vagy röhögtök ezen, vagy... Hát van, ezek több fajtája van, vagy kategória van az, ami a legtöbb azon mosolyogunk, és jól esik. Tehát neki, én meg nekem jól esik az, hogy mondjam, tehát minden férfi büszke arra, hogyha olyan felesége, barátnője van, vagy olyan partnere van, aki másoknak is tetszik. Akkor az egy ilyen önigazolás, hogy akkor jól választottam. És akkor én nyertem tulajdonképpen, mert hogy mi Rio környékén jöttünk össze, amikor egy olimpiai bronzérmes lett, és akkor ugye
én nem voltam egyáltalán így publikusan a képen, és ott brutális roham érte őt, meg az ő social media felületeit, tehát ott nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, hogy akkor ők így itt vannak. De akkor már ugye voltam én, és akkor az egy ilyen nagyon, nagyon új szituáció volt neki is, de nekem is az, hogy a barátnőm, akivel még ugye nagyon elején vagyunk, és így próbálunk így egymásra érezni, egy konkrétan egy fél országnyi férfi ír naponta. De nem volt ebből negatív érzés soha, tehát ez nem soha nem neveztem volna ezt olyan fázisba, hogy ez féltékenység, hanem inkább egy ilyen, sokkal inkább egy büszkeség. Engem te érdekelsz elsősorban ebben a beszélgetésben, de ahogy ki is derülhetett már eddig is, meg szerintem az elmúlt években is, neked az identitásodnak egy része az, hogy Bogi férje vagy, ha tetszik, ha nem. Igen. Igen, abszolút. És tetszik, vagy nem? Tetszik. Nagyon tetszik. Tehát, hogy mindig is nagyon büszke voltam arra, amit ő, tehát bármikor, amit ő így elér, az arra én úgy tekintek kicsit, mint hogy nyilván nem reális módon, de hogy mintha az én eredményem is lenne, és hogy ez a mi eredményünk ennek közben, meg nyilván az ő eredménye, de mivel mi egy párként megyünk neki mindennek, amit csinálunk, mindig mindent együtt így partnerként kezelünk, ezért egymás eredményeit is úgy éljük meg, mint a saját sikerünket. És azért így sose volt olyan, hogy bárcsak ne lenne ennyire híres, vagy bárcsak egy kicsit rosszabbul úszna, mint én, és akkor én lehetnék a jobb, mert az olyan, mintha a saját eredményeimből akarnék elvenni, szóval nem tudjuk szerintem elvonatkoztatni ezt úgy, hogy ez az ő eredménye, ez meg az én eredményem, hanem ez a mi közös eredményünk. Mennyire vagytok támaszai egymásnak, vagy inkább jobban hangzik, vagy azt akarom kérdezni, hogy miben vagytok egymás támaszai, amikor az úszásról beszélünk? Miben tudtok segíteni a másiknak? Hát szerintem szó szerint mindenben. Én elsősorban abban, hogy magas helyekről le tudok venni dolgokat a polcról, de egyébként tehát ilyen szituáció szerintem nagyon kevés van a világon, hogy a fér és feleség az ugyanazt a munkát végzi, ugyanazon a helyen, és ugyanaz, mondjuk majdnem a résztáv is nekünk ugye 200-200 méter. Tehát, hogy olyan szinten ugyanaz az életünk, hogy pontosan tudjuk akár beszéd nélkül azt, hogy a másik hogy érzi magát éppen, vagy ha látjuk, tehát látom azt, mivel most már csapattársak is vagyunk, hogy neki nem ment jól az edzés, akkor egyből tudom már, hogy tehát meg se kell kérdezzem, hogy ő hogy érzi magát, mert tudom, és ez fordítva is így van. Úgyhogy szerintem tényleg 100%-ban egymásra vagyunk hangolva ebből a szempontból. Az, hogy szavak nélkül is mindent éreztek a másikból, ez tehát adja magát tényleg, ahogy mondod, de ennek hátránya is van? Van, amikor nem jó, hogy ugyanazt csináljátok, és... Ezt nem tapasztaltuk eddig. Szerintem egyikünk se, hogy nem jó, mert sose volt egy olyan pillanat, amikor azt mondtuk volna, hogy bár csak kevésbé értene meg a másik az én problémámat. De nem tudod hogyha... hazavinni a munkát. Igen, igen. Mert végül is munka valahol. Igen, de ezt is szerintem ilyen ösztönösen érezzük, hogy van olyan este, hogy hazamegyünk egy erősebb edzésről, és egy szót se beszélünk az úszásról. Ez nem úgy néz ki, hogy hazamegyünk, és akkor szakmázunk, hanem tényleg mind a ketten érezzük. Általában ez is egyébként ugyanakkor jön el a esténként, hogy érezzük a másik, hogy nem akar beszélni, és amúgy én sem akarok úszásról beszélni, tehát akkor teljesen másról beszélünk, és szerencsére van miről, mert mondom, építkezünk, tervezünk egy életet az úszáson túl, és az már nagyon közel van mindkettőnknek, és tehát azért van miről beszélni az úszáson kívül. Nagyon közel van, mert azt tudjuk, hogy az olimpia szinten, hát neki ez lesz az utolsó, azt mondtad is, neked is ez lehet az utolsó? Hát mint olimpia, abszolút benne van, hogy az utolsó lesz, igen. Tehát mert azért azt most így nem tudnám aláírni, hogy akkor még 4 évet azután biztosan fogok csinálni, de ez nagyban függ a mostani olimpiától, meg attól, hogy ez hogy sikerül. Egyébként még mind a kettőnknek kvalifikálni kell, mert mind a kettőnk egy nagyon speciális helyzetben van. Igen. Te a harmadik vagy 200 Én nekem van álszintem, de harmadik vagyok. A Boginak meg még csak B szintje van, de ő viszont egyedül van. Tehát ott ő, hogyha sikerül megúszni az álszintet, akkor ő szintén biztos kijutó. Igen. Nekem meg egy álszintem belül. Tuti. Igen.
ami, nem tudom, Kós Hubertje, te neheztelsz, hogy a kettővegyes után elővette a 200 hátat, amin egyszer csak világbajnok lett, nem. És döbbenet, hogy mire képes? Hát brutál, nagyon, tehát fantasztikus időt úszott, az elképesztő volt ezt nézni Fukuokában. Nyilván örültem volna most, egy utolak egy fél évet még marad a 200-es, és majd utána veszi elő, de nekem egy nagyon szerencsés helyzetem volt most nagyon sok éven keresztül így a 200 hátat tekintve, mert ugyan mindig megúsztam az A-szintet, és sose az A-szint volt a kérdés szerencsére, hanem annál azért jóval jobb időket úsztam, de nem volt versenyszituáció, tehát nem volt még csak második ember se nagyon. Mostanában jött a Kovács Benedek, igen. Aki megúszta az A-szintet, és akkor már ketten voltunk, de volt egy csomó év, amikor egyedül úsztam 200 hátat, mert nem volt veszélyeztetve az, hogy most engem Magyarországon belül ketten megelőzzenek. Úgyhogy az egy luxus helyzet volt, úgyhogy kicsit úgy tekintek erre a mostani szituációra, hogy most akkor meg kell küzdeni érte, és sokkal jobban is fog szerintem nekem esni maga a kijutás, meg nagyobb dolog lesz a kijutás akkor, hogyha ezért így tényleg meg kell küzdenem. Tehát már ott tartunk ugye mi így hárman, hogy az A-szintnél sokkal jobb idő kell ahhoz, hogy kiussunk az olimpiára. Ez kicsit olyan, mint a 200 pillangó volt ilyen sok éven keresztül. Akkor négyen-öten is voltak. Igen, és ez most egy ilyen helyzet, de mivel már voltam két olimpián, szerencsére nem az, ezen múlik most az életem, de nagyon szeretnék kijutni, és most azt érzem, hogy ez így még nagyobb tüzet ad, hogy ezért most meg kell küzdjek. 50%+ esély van valahol, nem? Ki az a plusz egy? A Kovács Benedeké vagy a tied? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Talán most kettőnk közül az változott meg így a helyzetben, hogy most én jövök fel. Tehát, hogy most neki van jobb ideje, 3/10-del, azt hiszem, és hogy most én vagyok az, aki üldöz. Talán az üldözőnek egy kicsit mindig könnyebb, mint az üldözöttnek, de így most nem, tehát ez majd amikor júniusban lezárul a kvalifikáció, akkor kiderül, hogy... Júni hány évvel fiatalabb nálad, nem? Hát az a baj, hogy nem tudom, de azt hiszem hárommal, ő talán 98-as, tehát ő hárommal talán. Itt a mikorunkban már az nem, mint a mikorunkat úgy értem, hogy én vagyok 28, ő akkor ugye 25 körül. Most nem akarom megbántani az, hogy nem tudom, de szerintem én úgy tudom, hogy ő 2000-nél idősebb. Tehát ezen a szinten már így, már 2000-nél idősebb versenyző, úgyhogy végigfutunk egy ilyen nevezési listát, most már úgy kezdenek kipusztulni onnan, tehát ami egyessel kezdődik, így nevezési idő melletti évszám, abból már kevés van. Ez durva. Ja. Hát igen. Akkor Doha az most egy nagyon-nagyon izgalmas világbajnokság lesz. Abszolút. Tehát igen. Nagyon sok embernek nem is annyira fontos, sőt, megkockáztatom, hogy nem csak úszásban, hanem a vízilabdában is, ugye a férfiaknak nem annyira, a nőknek pláne viszont nagyon fontos, de hogy lehet, hogy az egész úszó magyar válogatottban ez a 200 hát lesz az egyik legizgibb, hogy ott kettőtök közül kikerül ki győztesen, bár a kvalifikáció az elvileg hát, még megy tovább. Igen, ezt akartam mondani, hogy szinte mindegy, hogy most mi történik olyan szempontból, hogy ha most én úszom jobb időt, vagy ő úszik jobb időt, vagy én olyan időt úszok, ami nekem nem szimpatikus, akkor is van rá hát még 4 hónap, amíg ez lezárul. Tehát tök mindegy, melyikünk tart most éppen előrébb, mert az nem dőlhet hátra egyikünk sem. De ez tiszta matek lesz a végén, nem? Tehát Sós Csaba azt fogja vinni, akinek jobb ideje van, nem azt, aki esetleg mondjuk a világbajnokságon villant, pedig nem. Ez egy tök jó verseny, egy igen. Erős verseny, világbajnokságon igen. Mondjuk elérek egy, nem tudom én, x-szedik helyezést, akkor az azt mutatja, hogy a versenyző az alkalmas arra, hogy a legfontosabb pillanatban jól teljesítsen. Igen, az úszás ebből a szempontból ez a, hogy mondjam, ez is mindig tud jó és rossz oldal is lenni, de ez egy nagyon objektív sport, tehát azért itt a csapatot összerakti is annyi, hogy meg kell nézni, hogy ez a szám, ez kisebb, mint ez a szám, és akkor mehetsz az olimpiára. Tehát így nem nagyon van támadási felület sehol, meg nincs, mint ellentéte mondjuk egy csapatsporttal, ahol azért szubjektíven jelölnek ki egy csapatot, itt ennél objektív nem lehetne, mert számokról beszélünk, igen. Mondtad, hogy nagyon akarsz menni Párizsba, és nagyon mindent meg fogsz tenni, de végül is mögötted van már két olimpia, tehát hogy annyira nem hatalmas a tétje, mert így is van egy szép pályafutásod. Ezt nem mondtad, de mondhattad volna? Mondhattam volna, mert pont a napokban jutottam erre a realizációra, hogy tulajdonképpen most az első olimpiámon még
így kicsit esélytelen volt, hogy kijutok egyáltalán, és óriási dolog volt, hogy kijutottam, és örültem, hogy ott vagyok, ott nem is úsztam jól magán az olimpián, mert ott az volt a nagy dolog, hogy kint vagyok. Ott a tokiói olimpián... Százon is úsztál, nem? Ott úsztam százon, de Tokióban is úsztam százon, és azt hiszem, az mindig egy ilyen bemelegítő szám volt nekem. És Tokióban pedig már evidens volt, hogy kijutok, nem az volt a kérdés, hanem az volt a kérdés, hogy ott mit tudok teljesíteni, és az ottani ötödik hely az nekem nagyon sokat jelentett, és az a mai napig egy nagyon nagy eredménynek tekintem, akkor is, hogyha ugye Magyarországon azért el vagyunk kényeztetve olimpiai érmekkel, nekem az egy, tehát az olimpiai ötödik hely az szerintem egy nagy dolog. Egyéni csúccsal az ráadásul nagyon nagy dolog. Amikor az életeversenyén tudja az ember megúszni. Igen, ráadásul az egy furcsa olimpia volt, mert ott reggel voltak a döntők, és ott azt hiszem van is egy ilyen statisztika, hogy európai érmes úszó, talán három volt, vagy valami ilyesmi, lehet, hogy keveset meg, de nőknél talán nem is volt, vagy kettő volt, tehát hogy ott az ázsiai, amerikai, meg ausztrál úszók teljesen ledominálták az egész olimpiát, és ott az egy nagy dolog volt abszolút, és ezért van az, hogy a harmadik olimpiám, amiért most megint meg kell küzdjek, ez már olyan, hogy itt csak a pozitívum marad meg, tehát meg akarom csinálni, és ki akarok jutni, de nincs bennem az, mint mondjuk, mit tudom én, az előző kettőn, vagy a Tokióban lett volna, hogyha nem jutok ki, akkor vége a világnak, mert ezután kezdődik az életem, elkészül a házunk, családot alapítunk, és minden megy tovább, talán még jobban is, mint eddig. Az, hogy az úszás egy olyan sportág, ahogy te is utaltál rá, ahol azért az érmeseket jegyzik meg leginkább, mert hogy aki nem szerez érmet, az nem is, nem tudom, nem akarom folytatni most ezt a mondatot, de hogy nagyon centrikus, éremcentrikusok és főként aranycentrikusak vagyunk, ugye, eléggé mi magyarok. Ez bármiféle árnyékot vetett a te pályafutásodra saját magaddal szemben, amikor saját pályafutásodról gondolkodsz? Hát talán az elején annyiban, hogy én nagyon későn érő típus voltam, tehát én 20 éves voltam, amikor először válogatott lettem, és addig azért nehéz volt eljutni, mert ott aki későn érő típus, és nem jut ki még egy ifi EB-re se, vagy egy ifi VB-re, annak így nehéz megindokolni a saját magának is, meg a környezete felé is, hogy miért is úszik akkor, mert addigra már mindenki fiebbé érmes, meg bajnok, meg mit tudom. Egyébként te, bocs, olimpiai bajnok akartál lenni? Hát na ez az, hogy bennem sose volt ez így. Tehát a Bogit, ha megkérdezed, ő 5 évesen megnézte Egerszegi Krisztinának azt a dokumentumfilmjét Kazattán, és ő ott eldöntötte, hogy ő olimpiai bajnok akar lenni. Én nekem ez soha nem fordult meg a fejemben, de valószínűleg azért is, mert hogy ifi koromban meg az lett így kondicionálva belém, hogy nem én vagyok a legjobb úszó, sosem én voltam a legjobb úszó, és aztán elkezdtem ugye ott elhagyni a kortársaimat, akik elkezdtek ugye kiöregedni már akár 20 évesen, vagy elkezdtek nem jobban úszni, én akkor kezdtem el igazán jól úszni. És ezért talán ebből a szempontból van egy ilyen, azon az időszakon volt egy ilyen árnyék, mert hogy nagyon teljesítményorientált nyilvánvalóan a sport, és ott én nekem nem volt jó a teljesítményem, de utána viszont ez, hogy csak az érmeseket, tehát mondom, én az olimpiai 5. helyemet én magamban tökéletesen tudom a helyén kezelni, és tudok nagyon örülni neki még akkor is, hogyha ez sok embernek már nem is emlékszik rá. Mondod, hogy helyén tudod kezelni, és én szerintem minden tud nagyjából a helyére tudsz rakni, és amikor pszichológusnak tanultok mind a ketten Bogival, na akkor most nem csapongok tovább, szóval, hogy embereket szeretsz fotózni, nagyon reálisan jól látod a saját pályafutásodat is, tudsz empatikusan az emberekkel együtt gondolkodni. Mi lesz ezzel a pszichológia dologgal? Hány éve csinálod? Hát azt nem tudom, hogy hány éve csinálom, és nem is akarom tudni, hogy hány éve csinálom, de hát sajnos nem tudunk haladni vele, és ez most már annyira nem bánom, mert ugye kicsit minimálisan érdeklődésemet vesztettem a maga a pszichológusi pályafutás felé, tehát a pszichológia egyébként baromi érdekes, és amúgy amit ott egy alapdiplomáig megtanul az ember, az pont az, ami nagyon érdekes tud lenni. És ezért mindenképpen szeretnénk szerintem a Bogi is befejezni az alapdiplomáig. De utána én gyanítom, hogy egyikünk se lesz pszichológus. Ez világos az, hogy mik leszünk, az még nem. Mert hogy azt sem tudod, hogy a medence környékén képzeled-e el az életedet? Tudom. Azt tudom, mert nem. Nem? Nem. Nem, valahogy sokaknak van az, akik úszók voltak, vagy igazából valószínűleg ez bármilyen sportra igaz, hogyha kimászom a medencéből, akkor az a legkézenfekvőbb, mert hogy én ott vagy edző leszek, vagy az úszószövetségben dolgozok, vagy a MOB-ban dolgozok, mert ott akkor
ehhez értek a legjobban, ezt tökre értem, mert ezzel foglalkozom, én is most már 23 éve úszom, tehát ehhez értek a legjobban az egész világon, miért ne csinálnám ezt, de közben én valahol azt érzem, hogy itt most én letudtam egy karriert, és én még sok karriert szeretnék, tehát hogy nekem annyira nyitott így a világ, hogy nem akarok egy... Tehát ha már 23 évig csináltam, akkor úgy érzem, hogy ez kész, ezt boldogan le tudom zárni, és megyek, és új dolgokat keresek, és kihívásokat keresek. És mondtad még itt az adás előtt, hogy a pszichológia ugye kicsit kiesett a fókuszból, de helyére került más. Igen, én most komolyan fontolgatom azt, hogy közgazdaságtan tanuljak, mert alapvetően én a Bogival mind a ketten úgy gondoljuk, hogy nem leszünk valószínűleg alkalmazottak, nem szeretnénk alkalmazottak lenni, hanem szeretnénk a saját magunk gondolatait és álmait megvalósítani, ezeket ugye akár vállalkozás formájában, bármilyen formában, csak azt szeretnénk, hogy mindig magunknak dolgozzunk, és mindig mi legyünk így együtt. És ahhoz azt gondolom, hogy akarom látni azt, hogy mondjuk hogy működik egy gazdaság, tehát ez biztos, hogy hasznos tud lenni, és most éppen az érdekel, és szerintem az olimpia után ezt valahogy majd el is kezdem. Filmproducer vagy? Tehát igen, legyen az benne is... a kamera? Hát igen, most, tehát szerintem nem lenne elég időnk ahhoz, hogy ha most elkezdem sorolni, hogy mi az, ami már eszembe jutott, hogy nagyon szívesen csinálnám, és nagyon szívesen foglalkoznék. Ezért mondj egy párat, ami így eszedbe jut. Hát ami már nagyon régóta van, és nagyon szeretnénk tényleg, és az tényleg nagyon közös, az a kávézó. Szeretnénk kávézót nyitni, mert mind a ketten imádjuk a kávét, de én a kávéban is borzasztóan elmélyültem már így technikai tudás szinten meg... Te vagy az első ilyen vendég, de igen. Jó. Igen. És nagyon élvezem azt is, és imádunk kávézni, az egész egy szeánsz nálunk, és azt szeretnénk egy kávézót nyitni, szeretnénk, már is kezdtük félig meddig egy ruhamárkát csinálni. Uh-huh. Ezek olyan dolgok, amiket így ki akarunk próbálni, meg ilyen régi gondolataink, régi álmaink, ezeket itt nekifutunk, aztán vagy bejön, vagy nem. Várjál, mi a ti kávézótok mitől lenne más, jobb, mint a többi kávézó? Miben lenne extra? Hát én nem gondolnám, hogy... Tehát nem tudok olyan magabiztossággal nekifutni, hogy ez egy jobb kávézó lenne, mint néhány, amit ismerünk és szeretünk. De más azért, mert oda mi bele szeretnénk tenni így magunkat. És mivel, hogy nem kezdtük még el a projektet, azért... nem mondok, hanem azért, mert nem tudok, mert csak azt szeretnénk, hogy majd összeírjuk azt, hogy mitől jó kávézó nekünk a jó kávén kívül. Egy jó kávézó, és akkor valahol ott akarjuk így megmutatni magunkat, és hogy mi hogy képzelünk el egy kávézót. Pályafutásod legfontosabb kérdése következik, hogy milyen kávét szeretsz, amikor megáll a kanál, Vagy az ilyen... Vagy fekete, mint a lelkem. Én most már mindent, most már nagyon ott is nyitottam. Nagyon sokáig presszó alapú teljes kávékat ittam, de most már sokkal inkább tolódok a filteres kávék felé. Ott lehet, szerintem, hogy ott még jobban ki lehet érezni egy-egy adott kávénak a régiónkénti különlegességeit, és e felé mozgok most, hogy megtapasztaljam azt, hogy meg tudjam különböztetni azt, hogy ez melyik régióból származik egy kávé esetleg. Nem beszéltünk az utazásról egyáltalán, de azt jól tudom, vagy jól rémlik, hogy nagyon szeretsz utazni? Nagyon, igen. Igen. És ezt nagyon sokat is utazunk ugye a hivatásunkból kifolyólag. Tehát akartunk már venni egy ilyen, ezt a térképet, amikor ki lehet így le lehet kaparni, vagy ki lehet x-elni, hogy hol voltunk. Igen. Már, mert szerintem ugye Ausztrián kívül, vagy Ausztrálián kívül minden kontinensen voltunk már, csak kíváncsi, tök jó lenne így látni így egybe. Nagyon-nagyon sok helyen voltunk szerencsére, és ez baromi jó, hogy ez nekünk feladatunk volt tulajdonképpen, hogy utazunk, tehát a munkánk része. Csak sok sportoló nem tudja megnézni azt, hogy mi van az adott országban. Ti erre mindig figyeltek, hogy legalább egy picit kapjatok a helyi kultúrából? Igen, amennyire van. Nyilván egy versenyen mindig az van, hogy a verseny után, tehát szerencsére nem az van. A legtöbb versenyen lemegy a program, vagy leússzuk a számunkat, és van még 2-3 napunk, amikor tulajdonképpen már nyaralunk, mert vége, utána már edzés sincsen. Úgyhogy akkor utána mindig próbálunk egy kis ízelítőt kapni abból, ahol éppen vagyunk. És az edzőtáborokban, meg hétvégente, amikor nincs edzés, szóval igyekszünk így megélni azt a helyet, ahol vagyunk, és nagyon szeretünk utazni. Kettesben ritkábban jutunk el Bogival, de
arra is volt már lehetőségünk azért így, és majd ha bajtuk, még több lesz, de amikor így ketten utazunk, az az igazi, azt szeretjük nagyon. Melyik kontinens, esetleg város vagy vidék, mi az, ami a legjobban vonz ebben a világon? Igen? Azt végig mondta, Hawaii, tehát ami a tavaly az esküvünk, sőt, tehát ez már ugye nem tavaly, de 2022-ben az esküvünk után Hawaii-ra mentünk Nász útra, és ott teljesen szerelmesek lettünk a helybe, tehát az valami olyan, valahol ott érintett meg minket, hogy azóta nem telik el úgy 2-3 nap, hogy ne arról beszélnénk, hogy mikor tudnánk visszamenni, vagy hogy tudnánk visszamenni, vagy hova mennénk vissza, és hogy milyen jó volt ott, és képeket nézünk, és nem tudom. Szóval az, ami nagyon eltalált bennünk, és mind a kettőtökben. Mind a kettőnkben. Az az a hely. Szerintem azt Bogi is rávágja, ha megkérdezett, tehát az biztos. Amikor majd vége a sportpályafutásotoknak, és mondtad, hogy családot szeretnétek alapítani, olvastam azt, hogy kutyát is szeretnétek, elsősorban nagy testű ebet. Felkészültél. Amennyire lehetett. De hogy akkor így szépen, boldogan, uszodamentesen, gyerekkel, kutyával, tölgyfa alá kiülve, ezt mind a kettőtöknek rendben lenne ez az élet? Hát annyiban helyesbítenék, hogy a Bogi szeretne, na ő viszont szeretne annyiban az úszoda mellett maradni, hogy ő egy ilyen, hát első körben szeretnénk majd, igen, ő pici gyereket szeretne oktatni, így röviden, ennyi. És aztán, hogy ez milyen formában és hogy valósul meg, az majd elválik, de az egy, tehát ő egyébként félig meddig arra született, hogy kisgyerekekkel foglalkozzon, tehát végtelen türelemmel van és végtelen szeretettel irántuk, úgyhogy ott még ott lesz az életünkben a medence, meg nyilván, ha lesz gyerekünk, akkor úszni fogjuk először beiratni, de nem azért, hogy úszó legyen, hanem hogy tanuljon meg nem úszni. Nem labdarúgó lesz? Hát még lehet, abban jó pénz van. Jobb, mint az úszásban, úgyhogy lehet, hogy az lesz. De úszni mindenképp meg szeretnénk, hogy tanuljon. Tehát ilyen formában ott lesz az életünkben, de ezt mondom, aztán lehet, hogy 10 év múlva lehet, hogy mindketten edzők vagyunk, vagy nem tudom. A kávézó, leendő kávézó neve már megszületett a fejedben? Beszéltünk egy névről, igen, de azt nem mondom el. Nem mondom el, de abszolút, tehát az még az is nagyon képlékeny, de van egy névünk, igen, ami így kicsit... Oké, nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz az, és mikor nyitja meg kapuit. Én is. Köszönöm szépen a beszélgetést, Telegdi Ádám volt a vendégünk.